Szép napot kívánok, sziasztok! Kellemes, annyira nem kellemes szombati nap ez a mai. Hosszú volt, fárasztó volt, esős volt, és minden bajom van. Viszont a Geogesszer az nem várhat. Geogesszer stream fog következni most, az elkövetkezendő időben. Készültem egy pár különböző dologgal, egy pár érdekességgel, nem is érdekességgel feltétlenül, inkább úgy mondanám, hogy készültem geogesszeres dolgokkal. Ja. Magyarország pályáját fogjuk tolni, úgy, ahogy mostanában gyakorlatilag szinte mindig. És ja, majd ahogy haladunk a streammel, majd folyamatosan mondom, hogy mi fog következni. Váltani fogunk témák között, meg dolgok is fognak történni. Igazából mindegy, beszéltünk róla, hogy mi fog történni. Majd menet közben úgy is fogjátok tudni, hogy mi fog történni. Magyarország pályája, jelenleg a legjobb eredményünk az egy 17 perc 3 másodperces tökéletes pontszám. Én ezt szeretném negyed óra alá mai napon lecsökkenteni. Remélem, hogy sikerülni fog. Kicsit, nem kicsit, nagyon fáradt vagyok, és valószínűleg szétszórt is leszek. Úgyhogy bízunk a legjobbakban, fingers crossed, és szerintem vágjunk bele. Kellemes bemelegítő körrel. Jó lesz, jó lesz. Egészen régen geogesszereztem, de bizakodóan állok ehhez az egészhez. És akkor, ja, vágjunk bele. Úgy nézem, hogy egy autópályán vagyunk, és itt egy M5-ös feliratot látunk. Ugye, nem biztos, hogy az M5-ösen vagyunk. Egyáltalán nem biztos. De valahol az M5-ös környékén lehetünk, ez szinte fix. Egyik irányba Budapest és Kecskemét, a másik irányba pedig Belgrád és Röszke. Úgyhogy valahol az M5-ös autópályán Kecskemétről délre tenném én le ezt a pontot, ahol mi most vagyunk. Hát, hogy pontosan hol, azt még nem tudom, de hamarosan ki fogjuk deríteni. Nem tudom, melyik irányba induljunk meg. Valamelyik irányba meg kéne indulnunk. Induljunk meg a tábla irányába. Mi lehet a legrosszabb? Ugye itt hajtunk fel az autópályára, meg itt hajtunk fel az autópályára. Tehát ez a két lehetőségünk van. Gyakorlatilag, ha innen lehajtunk, akkor... akkor nincs autópálya. Oké, ez már leszűkíti a kört. Mi egy autópálya lehajtónál vagyunk. Azt megtudjuk, hogy hol. Nézzük meg, hogy hol. Ugye most vagyunk az M5-ösön, és akkor keresünk mindjárt, ott látok egy táblát, a táblán pedig ki kéne írva lenni, hogy ugye mégis milyen lehajtó ez, vagy merre lehet elmenni. Jó, ha itt lehajtunk, akkor Hódmezővásárhely, illetve Szeged Észak, amit el tudunk érni. Úgyhogy van egy olyan sanda gyanúm, hogy ez a, hát nem, intersection, mi ez az intersection? Na mindegy, itt vagyunk. És ugye itt látjuk, hogy kicsit eltávolodik egymástól, a lejárattól, nem messze a két út, illetve a két sáv, ami nagyon hasonlít erre, úgyhogy én egy pontot leraknék ide, és nagyon jó volt a tippünk. Na, csókoltatom ezt a helyet. Hirtelen már is növényzet vesz minket körül. Egész kellemes növényzet. Megint igazából megint ugyanaz a probléma, valamerre meg kéne indulni, de merre induljunk meg? Hát erre hamarosan sort fogunk keríteni. Itt egy kereszteződés. Hársastó, két völgy, Szent Gotthárd, Őri Szent Péter. Oké, úristen, mi történt a térképpel? Vagy hát a képpel?
Ez egy kicsit korruptálódott ez a felvétel, én úgy látom, mint hogyha egy kicsit bugos lenne. No, tehát egyik irány Szent Gotthárd, nagyjából észak, délfelé Őri Szent Péter, és nekünk nyugatra pedig két völgy. Jó, Szent Gotthárd eddig biztos. Itt van két völgy. Nekünk északra Szent Gotthárd, nekünk nyugatra két völgy, és délre pedig meg kéne találnunk Őri Szent Pétert. Őri Szent Péter az a település, ami nincs rajta a térképen. Itt a környéken van egy olyan kis település, ami nincs rajta a térképen. Úgyhogy ez benne van. Gyanítom, hogy mi itt az Őrségi Nemzeti Parkban vagyunk, a Hársastó környékén, már pedig itt a Hársastó. Egyszerűen nagyszerű. A két völgy és a Hársastó ugyanabban az irányban van. Nekünk nyugatra. Itt esetleg... Itt nem úgy néz ki, hogy nagyon a közelbe lenne. Két völgy és a Hársastó ugyanarra. Nem gondolom, hogy nagyon erre felé kéne gondolkodnunk, mert ez itt egy településnek tűnik én nekem. Észak fele Szent Gotthárd, nyugat felé. Viszont nem túl vastagok az utak, tehát nem valószínű, hogy nagyon... nagyon nagy forgalmú úton lennénk. Valamelyre esetleg itt egy ilyen fajta útak lennének. Jövünk délről, megérkezünk, és akkor megy tovább az út. Ez a kereszteződés akár még lehet is. Mert ugyan miért ne lehetne? Megkockáztassuk? Legyünk ennyire bátrak? Kicsit pontos. Sabra kellett volna rakni. Na, viszont... Egész jó, amit csináltunk. Bemelegítésnek legalábbis egyáltalán nem rossz. Na. Oké. Hosszú, lapos, akármi. Útnak tűnik ez nekem. Ez meg sportpálya. Van biciklis út. Hirdessünk itt. Lehet hirdetni. Nagyon fontos. Ez egy salakos, gondolom, futópálya. És egy kis tau. Ó, nézzétek már! Nézzétek már, mi van ott! Ez a kedvenc tornyunk. Legalábbis az enyém. A kedvenc tornyom pedig Pécset van. Pécset itt a tévétorony. Tehát kell nekünk egy... Nekünk ez majdnem, hogy éjszakra van. Kell nekünk egy olyan tavat keresni. Kicsit a várostól kijebb eső tavat. Talán a Kesszű kettes tó létezik. Ruined building van. Bármiféle ruined building a másik oldalon? Nem tudom. Viszont elég gyanúsnak tűnik ez nekem, hogy... na jó, annyira mégsem. Annyira mégsem. És egyedül az út zavar engem. Mert észak felül jövünk be. Ez milyen messze van? Pedig ez a tó, ez... Ha irány ügyileg nézzük, akkor ennek elvileg jónak kéne lenni. Nagyjából. Észak. Észak-nyugat felé. Hoppá, nem. Másik irány. Hoppá. Szabadtéri edzőterem. Central Wakeboard. Tüskés réti tó is the name of the game. Jó, megvagyunk. Szerintem
Valahova ide lerakjuk, ez egész pontos is lehet. Nagyon jó. Hogyha egyszer megtanulom, merre van kelet és merre nyugat, akkor nagyon jó leszek. Addig meg majd megpróbálunk időben rájönni, hogy rossz felé nézem a dolgokat. Jó, búza, búza ez? Búza, szerintem. Búza táblák között kanyargunk. Hát, megyünk, maradjunk annyiban. Kisebb hegyek, kisebb dombok vesznek minket körül az észak-keleti oldalon, és délnyugat felé pedig, hát mondjuk itt a messzeségben látok hegyet. Úgyhogy a nagy alföld az szinte kizárva, ha csak nem valamelyik sarka a nagy alföldnek. Nagyon jó lenne oda átjutni valahogy, de annyit én nem szeretnék kattingatni. Úgyhogy tekintve, hogy ez egy bemelegítő kör csak, ezért jó, hegyek, hát, mit szóltok hozzá, hogyha csak úgy viccből egy ilyen, hát, mondjuk ide berakjuk. Majdnem. Ez egy fő út volt? Azt hittem, hogy ez így egy ilyen kis mellékút, de ezek szerint nem. Ráadásul hiába akartunk Csörnyeföld. Kerka Szent Király, nem mindegy. Bemelegítő körnek jó lesz. Legalább egy kicsit belerázódunk ebbe az egészbe. Jó. Egy városban vagyunk, de gondolom ezzel sok újdonságot nem mondtam, és sok érdekességet. A sarkon... Aha, Budapest. Budapest. Méghozzá a 9. kerület... Ferencváros. Középső Ferencváros. Ilyen létezik? Vagy nem tudok olvasni. Ez középső Ferencváros. Jó, legalább már egy irány van, hogy merre kell keresgélnünk. A 9. kerületben. A 9. kerület, amit nem szeretek? Igen, az. Egyszerű. Nem szeretem, mert a 9. kerületet ugye ide írja, ehhez a nagy vasúti... Hát, hogy most pontosan mi ez, azt meg nem mondom. De valami... De hát ilyen rendező vágányon gondolom. És igazából itt nagyon sokáig tudunk felfelé jönni, anélkül, hogy bármi problémánk lenne ebből. És még mindig a 9. kerületben vagyunk, csak nem tudom meddig. Jó, Vágóhíd utca, és ezt tudjuk milyen épület? Mert azt látom, hogy magas, csak ezen kívül tudunk-e róla valamit. Vagy bármi jellegzetes épület, amit esetleg sikerül megtalálnunk a térképen is. Mindegy, Nádasdi és a Vágóhíd utca? Igen, Nádasdi és a Vágóhíd utca keresztezésénél. Vágóhíd utca, nagyon jó. Ez egy főbb út. És itt a Nádasdi út. Ez a kettő kereszteződésünk van. És pár előn indultunk nagyjából? Szerintetek? Hát még a régi kép látszik, és itt... Nem, közelebb vagyunk a kereszteződéshez, inkább csak ide rakom. Ja, 10 méter. G simul a G-hez. 21 ezer pontos. Hát itt, igen, ezzel nem szenvedtem nagyon sokat ezzel a ponttal, úgyhogy... hát ez úgy sikerült, ahogy. Jó, na nézzük. Aqua World. Hol van az Aqua World? Várjatok. Halasi úszoda. Hol az Aqua World? Valahol Pest környékén van, nem? Az Aqua World. Ha csak nem... Keverem össze valamivel. Ezekben nem vagyok túl jó. Azt kell, hogy mondjam. Aqua Park hajdúszoboszló. Hát ez... ez Aqua Palace, ez nem... Ez nem az. Az ilyen fürdőhelyekből nagyon nem vagyok jó, feltétlenül.
Nagyon messzire nem látunk el, viszont elég lapos. Bár ilyen kis távolságon gyakorlatilag minden is tud lapos lenni. Kék buszok. Nagyon úgy néz ki, Pest, vagy Pest környékén vagyunk. Magyar oldal lehet Aqua Palace, Aquaréna, hát ez Aquaréna, meg Hungaroring. Jó, nem. Mást kell keresnünk. Buda. Nézzük meg Budát. Buda. Aquabird. Hol lehet az Aquabird? Tényleg, ez de... Rossz egyébként, hogy nem tudom. Felettébb kellemetlen. Á, Újpest. Mi ez, negyedik kerület? Negyedik kerület, Újpest, Tarzan Park. Szó-szó. Keresünk vasúti sínt. Vasúti sín mellett vagyunk, úgyhogy... ez egy Facebetnek, vagy Safebetnek tűnik. Meg itt egy Aldi. Itt egy Aldi. Meg itt egy Penny. Az is van. Akkor meg vagyunk. Akkor igazából meg is vagyunk. És a Pennynek így az oldalsó bejárata. Szerintem itt. Ez az. Sikerült megfejtenünk úgy, hogy nem tudom, hol van az Aquaworld. Olyan jó lenne, hogyha kapnánk egy olyat, ami így full város. De tényleg full város. Mondjuk ahhoz szerencse is kell nyilván valamelyest. Ez határjelző? Határkő vajon? Kis dimbes-dombos terület. Nem tudom, így látszatra nem tudom megmondani, hogy mi számít hegynek, meg mi számít dombnak. Ezért valószínűleg a kisebb hegyeket is dombos területeknek mondom. Már nyilván ugye ez relatív, mert hogyha valaki az Alföldön lakik, akkor neki minden egy hegy. Aki meg az északi középhegységben, ez meg azért tesz különbséget. Kisebb hegy, nagyobb hegy, dombocska között. Szóval minden relatív. Egészen hasonlít egyébként ez a terület ahhoz, ahol az előbb járkáltunk, és nem tudtam. Tehát ehhez a délnyugati ország részhez. Így elsőre én ezt ide mondanám, bár nagyon sok kiindulási pontom ugye eddig nincsen, úgyhogy még ebbe kell egy kis erőt, energiát fektetni. Bicikli István. És ott már látok házakat, úgyhogy még odáig elcsammogunk. Vajon 10-től? Nem. Egy 1-től 10-es skála mennyire volt jó ötlet? Így megéheztem, majd így inkább elindítottam a streamet. De nem ettem, véletlenül se ettem volna. Van biciklis út. Jó. Molnári. Mlinárci. 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 Ez ilyen... Mlinárci. Ez... még akár ilyen is lehet. Mlinárci. Mlinárci. Most arra próbálok meg így hangzásra rájönni nagyjából, hogy... hogy ez milyen. Ez a szopje. Noskovci. Ruszáni. Novigradac. Azári. Itt vannak a gím szarvasok. Itt, ezen a ponton. A térképnek ezen a pontján gím szarvasok vannak. A nap 24 órájában, a 7 napján. A hét minden napján, bocsánat, ezt így kell mondani. Rinya új nép.
countrycamp@jv.com. Köszönöm. Na, vajon meddig fogom keresni? Valószínűleg nem túl sokáig, hanem csak be fogom pikkelni így ezt a valamelyik határmenti molnári, valahol itt. Jó, mivel molnári, ezért nem fogom rózsafát bepikkelni. Ez szinte biztos. Úgyhogy kifogok ebből böhöny. Úgyhogy így, én ezt így ide nyomom. Úristen, 10 kilométer, hát ez... Molnár, ha másik irányba indulok el, mennyivel kevesebb dolgom lett volna. 10 kilométer. Nem vagyunk buták teljesen. Bár ez ugye tökéletes pont már nem lesz, így ezáltal. Ettől függetlenül 10 kilométer. Egy ilyen Molnári nevű településből, meg hát a horvát megfelelő. Én gondolom horvát. Kadarkút. Kadarkút. Lipótfa bánya. Erre van a bánya. A Kadarkút az egy nagyon jó település. Már csak azért, igazából azért jó, mert az előbb láttam. Gyorsan szétnézzünk egyébként. Ez is dimbes, dombos. Meg földművelés, meg dolgok. Most ez a délnyugati országrész csípődött be a... mit keresünk? Milyen fát? Lipótfát keresünk mi. Ez a délnyugati országrész csípődött be, úgy látom. A... Geogesszernek. Ipacsfa. Márfa. Van annyi fa, hogy ezt tudom nézni. Konkrétan egy egész erdő. Lipótfa bánya. Garé, szava. Baksa. Na, már igen, csak az a kérdés, hogy egyébként hol láttam. Nyugodt Szent Erzsébet. Ez Békés Csabának a testvére egyébként. Ósztfalu. Én nem tudom, de Ózd az nem falu. Jó, kezd... Hát, édes Istenem, húzom 2 perc, mert mi ez az egész? És már most hülye vagyok. Jó. Viszont lenne egy hatalmas nagy kérdésem. Hogy amikor nem kerestem Kadarkutat, akkor miért láttam annyiszor? Ha megkeresem, akkor miért nem találom az Istennek se? Magyar lukafa. Kadarkút, oké. Egyenesen van Kadarkút. Van... merre megyünk? Most délnek megyünk, oké. Akkor... ezen az oldalon kell keresnünk valami... hogy mit szeretnél? Zselic kisfalud. Zselic kislak. Zselic Szentpál. Konkrétan ezek elmennek nyelvtörőnek. Itt van Senna. Már csak Lúsant kell megkeresnünk hozzá. Van Senna, van Bard. Mi kell még? Egy jó Yumi, aztán kész. Ez egy nagyon hosszú stream lesz. Ez egy nagyon-nagyon hosszú stream lesz. Nézzük, mit ír ez a tábla. Kaposfő. Jó, most már legalább azt tudjuk, hogy Kadarkút és Kaposfő között vagyunk valahol. Kadarkút és Kaposfő között. És hát... hát, hogy most melyik irányba, azt nem tudom. Ezt a két útnak valamelyikét tudnám elképzelni. Csak hogy se Kaposfőt... tudod mit? Lerakom ide. Azt a kurva! A zsenialitásom néha még engem is megrémiszt. Még
mint a semmi közepén vagyunk. Elég rossz minőségű az út. Ezt igazából csak megjegyeztem, mert Magyarországon nagyon sok helyen rossz minőségű az út. Úgyhogy ez nagyon nem szűkíti le a dolgokat. Van egy buszmegálló. Buszmegálló nem ír semmit. Néha szoktak így jelzésértékkel írni valamit. Ír valamit. De hogy azt így nem tudom elolvasni, az egyszer biztos. Így meg főleg. Jó. Szembe buszmegálló valahol. Nincs. Egyre növekszik a kilométer szám, úgyhogy ez annyira nem tetszik. Körülöttünk mindenhol erdő. Milyen erdő ez? Egyébként, na, így a növényzetet elnézve, azért hasonlít a délnyugati ország részre, legalábbis már amennyit így most tapasztaltam belőle. Lehet mondani, hogy erdő, és valamelyest igazatok is lesz. De szerintem azért van valami turpisság ebbe a dologba. Van földművelés. Magyarországon hol nincs? Van földművelés. Vannak erdők. Erdő. Emberek. Jó, hát ez a keine Luft kategória. Úgyhogy... Szigetvár... Nagyrészt egyenesen jöttünk, úgyhogy... Itt leszel és kész. Jó, hát nem mindig lehet minden tökéletes, nem mindig jöhet össze minden. Egy újabb nagyobb település. Település Nanda lesz. Vasúti átjáróval. Meg vasútval. Esetleg ide ki van írva, hogy te mégis mi vagy, vagy hol vagy. Békés Csaba. Bonag Kft. Bonag Kft. Békés Csaba. Tompa út 21. Jó. Tudjuk, hogy a vasúti sínek mellett vagyunk. Delta tüzép. Nekünk délre van. És ez egy ilyen, hát ilyen semmilyen útba vezet. Ez meg északra van. Várjál. Tehát itt kanyarodik észak felé a vasúti sín. Roketta út. Stromfelda úrél. Southeast East. Van bármi, amiről esetleg ezen kívül be tudjuk azonosítani? Valószínűleg a belváros környékén lehetünk. Nem tudunk átklippelni valahogy? Nem. Itt van egy nagy hosszú. Viszont ha nagy hosszú ez az átkelő, akkor még akár itt is lehet, ahol vastagabb ugye a... Nézd már, Bonag Kft. Megvagyunk. Tökéletes.
Szinte tökéletes. De szép hegyek, aszti, nagy kilátó, vagy tévétorony, vagy ki tudja mi ez. Ez egy hegység. Ez egy egész hegység. Milyen hegység lehet ez? Mátra? Valószínűleg. Hát ez a Szögliget, igen, ez annyira nem Mátra, mint amennyire ez nem Mátra. 2220, hagyjuk. Szögliget, bekötőút, felújítás. Tehát hamarosan akkor elérjük Szögligetet. Mi azt jelenti, hogy akkor ez a Balaton felvidék. Ugye? Nem, ez Szigliget. Anyám, borogas. Szögliget, Szigliget. Nem, mindegy. Tudom, nem mindegy. Ne haragudjatok. Nagyon szép dombok vannak. Volt már Szögliget tábla? Még nem láttam. Ti hol lennétek, hogyha települ... Ott van a település tábla. Ez fura. De hát, hogyha... Így látták jónak, akkor... Semmi rossznak nem vagyok elrontója. Jó, azt kéne kideríteni, hogy hol van Szögliget. Ez a Mátra. Akárki akármit mond, ez a Mátra. És nekem ez a Mátra is marad. Mindaddig, amíg nem jövök rá, hogy hol van Szögliget. Mert addig ez az egy kiinduló ponton van. Hol van? Parád, gyöngyös. Gyöngyös pata. Szögliget. Itt van sok vár, itt nem lehet. Leitár patak csesztve. Itt nincsen Szögliget. Hol van Szögliget? Szögligeti vár. Esetleg még itt a Bükk. Szögliget. Nem ugrik be, hol lehet Szögliget. Megvan. Aktelek. Aktelek, tényleg. Tényleg, hát ezekről a nagy izékről eszembe juthatott volna. Ez a felső rész itt. Sőt, egészen innentől a Borsodnádasd, meg ez a környék az, ami ilyen nagyon nagy dombos, és hirtelen nagy dombos. Tehát nem ez a szép lankás, hogy így mész, és szépen haladsz fölfelé a hegyen, hanem így mész, és egyszer csak nagy hegy. Szögliget bekötő út ráadásul. És hát mi valahonnan innen jöttünk. Ú, ez egy bukó pálinkaház. Mentsük meg a pálinkaházat. Csak abba pálinka ne bukjon. Többi mind mehet. Nem tudom, milyen messze vagyunk igazából. Random lerakok egy pontot. Jó. Nagyon jó egyébként, hogy hegyekre alapozunk, csak a hegyeket fel is kéne ismerni. Na jó, ez felettébb érdekes. Tényleg érdekes, egyébként. Mert hogy itt ez ugye itt így jön, de hogy utána meg ez ilyen szép, jön, és egyszer csak jó, le. Jó, település táblánk van, esetleg erről információt kaphatunk. Hogy éppen merre fele tartunk, észak felé, nagyjából. Vagy el fogjuk kerülni ezt a települést, és gőzünk nem lesz róla, hogy éppen elmentünk mellette. Móri borvidék. Mór a szöllő és bor városa. Mór. 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 Még. Mór. Oké, okay, hol van Mór? Jó, keressünk olyan mondjuk, hogyha ilyen nagy nevű borvidékeket nézünk, akkor valószínűleg az lesz kiírva, nem pedig az, hogy az, hogy ez hol, vagy hogy nem ez lesz kiírva, vagy Mór, hanem akkor Villány lesz kiírva. Gondolom én. Kett, Mór.
Hol lehet még mór? Egyébként mór, meg vagyunk. Nyugati oldalon keresnék, pont ezt akartam mondani az ország nyugati részén. Mert hát azért mégis. Valahogy olyan neve volt. Nagyjából észak fele haladunk. Szerintem mi a főúton megyünk. Hú, Jézus. Söréd és Bicske. Söréd. Bicske? Bicske. Hát, hogyha itt kanyarodunk, meg vagyunk. Tehát, itt van mor, viszont most kanyarodunk le majd Bicske felé. Tehát, itt van Bicske. Úgyhogy ezelőtt a kereszteződés előtt kell valamennyivel lennünk. 270 méter, jó, azért. Egy ilyen hosszú egyenes úton talán 270 méter, az nem a világ vége. Pontügyileg nyilván nem tökéletes, de... Hát ez van. Nagykanizsa kelet. Nagykanizsa. Ez milyen épület? Zenith Telekom. Ez meg a Honeywell. Well. Veri a kis kezivel. Kelet ez az oldal. Aztán, hogy most itt pontosan hol vagyunk, azt nem tudom. De ezért vagyunk itt, hogy kiderítsük. Főúton lehetünk? Mi ne lehetnénk? Én ismerősnek tűnik ez a kanyar. Itt lesz egy molkót, akkor én annak nagyon örülnék. McDonald's! Itt van egy McDonald's, de ez vajon az a McDonald's, ami nekünk kell? Hetes úton vagyunk. Tehát így egy az egybe a hetes úton. És Nagykanizsa kelet. Gondolom, itt van Zenith Telekom. És itt van ez a nagy épület, amivel kezdtünk. A nagy épületnek is, hát így az elejéről. 3 méter. Easy, geci. Oké. Okay. Na, eddig a szemmel lát. A napra lehet nézni, de ránk nem. Jó, ezek olyan ismerős betontömböknek tűnnek nekem, bár mindig elfelejtem, hogy hol látok ilyeneket. Mert talán, mintha ezek így nagyjából egy részre korlátozódnának, vagy nem annyira elterjedtek az egész országban. Inkább csak itt, de vajon ez hol van? Ez is itt van lent, nem? Annyira merjünk bátrak lenni. Tökéletes pontunk már úgysem lesz, nem mondjuk településről már itt. Debrecen? Nem. Milyen jó, hogy nem voltunk bátrak. Debrecen, Józsa. Mártonkert? Vagy valami hasonló? Debrecen? Debrecen, Júlia, Újkert. Nekünk Józsa kell. Van egy ismerősöm, akinek ez a vezeték neve, hogy Józsa. Annyira jó lenne látni. Valamit, bármit. Ez a Meszesi utca. Valamilyen Márton kert. De igazából itt minden kert, tehát... Nyulas. Meszes. Mondjuk Júliának csak telepe van. Várj, Bicó István kert. Márton, bármilyen Márton. Debrecen Józsa. Józsa, hoppá. És akkor itt vagyunk, hogy...
Alsó Józsa, Pallag. Debreceni nagy erdő terület. Kovács és társa. Ez a leg... Melyik... A Messesi utcát keressük. És ez egy... Ez egy főút. Nem tudom. Egy Messesi utca. Hajdúszent György. Hajdúszent György. Honnan jött Hajdúszent György? Innen jött Hajdúszent György. Józsa. Nem keresnék én nagyon bent egyébként, mert innen igazából csak így kifelé megyünk. Úgyhogy itt a Messesi utca. Megvan a Messesi utca. Messesi utcára mi észak felé hajtunk be, tehát a domokos kertről jöttünk. Hát elég messziről. Mondjuk berakom pont középre. Még tovább kellett volna. Na jó, hát városnak város, de annyira mégsem város. Egész jó kört mentünk, nem tudom miért mondjátok, hogy nem. Nem tökéletes pont, ez az egy probléma. Csak nem tudom mihez kéne viszonyítanom mondjuk például egy ilyen mapnál, mint az előbb is kaptunk. Ez ismerős? Ez lehet nekem ismerős? Nem, ez nem valószínű, hogy lehet nekem ismerős. Valószínűleg Győrben vagyunk, és akkor Győr centrum felé tudunk elmenni, valamint a 83-as úton pedig Pápa és Tét irányába. Mi észak felé hajtunk be. És ez egy kisebb körforgalom. Összesen két kijárata van. Hát ez lehet? Suzuki Molnár? Nem. Ez már nem az a lakóterületnek tűnik én nekem. Úgyhogy ezt az ötletet itt most elvetjük. 83-as út. Északfele behajtunk egy körforgalomba. Onnan két felé tudunk elmenni. Körforgalomból kiérve. Mondjuk még nem biztos, hogy rögtön a 83-as útra fogunk érkezni. Főúttáblát nem látok. Ha észak felé behajtunk, hát el tudunk menni kettő irányba. Csak hogy hajtunk be észak felé, amikor dél felé gyakorlatilag alig van valami. Maximum esetleg még itt lehetünk. Itt is két körforgalom van egymás mellett. Valami valószínűnek tartom, main főcsatnaknál vagyunk valahol. Esetleg itt. Ez egy elég szolid tipnek tűnik én nekem. Szolid bizony, de olyan szolid, mint a kő. Bocsánat, hogyha hangoskodtam egy kicsikét, de valahogy mindig örömmel telt el. Narancsárga, Valámbusz. Szalonna. Fasza. Szalonna vasútállomás. Hol van Szalonna? Szalonnát biztos, hogy láttam már. Szalonna az egy elég érdekes név. Szalonna. Most így nem ugrik be, de... Esetleg környezetből vagy valahonnan, hát rájövünk. Dombok vannak körülöttünk, ebbe szinte biztos vagyok, mert látom.
Most vagyunk szalonnán. Nagyon jó. Szalonna. Ez a település neve, hogy Szalonna. Nézzük ezeket a dombokat. Látunk valamit? Hát, semmi extra. Viszont ez a torony, ez viszont... Ez a torony, ez... Nem ezt a tornyot láttuk teljesen véletlenül errefelé itt fent? Ruda bánya. Szalonna. Hoppá. És akkor... van ott egy kanyar. Meg van még egy kanyar. Merre mentünk ki egyébként? Mi észak felé haladunk. Itt átmegyünk egy ilyen... Ja, itt nem megyünk egy semmin. Sajó Szent Péter. Erre még gyorsabban megtaláltuk volna, de mindegy. Sajó Szent Péter. Meg mi van még itt? Torna Nádaska. Sajó Szent Péter, meg Torna Nádaska. Sajó Szent Péter. Itt van Torna Nádaska, meg... Itt. Tehát... Akkor mi... itt vagyunk. Itt nem lehetünk, de... Pedig ezen az úton vagyunk. Mert ott még a buszmegállók is megvannak. Kis kereszteződés. Kis kereszteződés egy második ház előtt. 25 méter. Két pont... Ah! Ijaj! Két pont híja. Még az első pont jó is lett, na? Nem baj. Nem tudom, ez egy olyan... A híd ez, mint hogyha valahonnan ismerős lenne. Esetleg az a torony, arról a toronyról talán be tudnánk azonosítani. Mi ez? Disney? Valakinek a... Nem tudom. Hát, nem tudom, srácok, ti hogy vagytok bele, de... Itt van ez a nagy bolond épület, azt sem tudom, hogy mi ez innen alulról. Vannak ilyen nagy... hotelek, vagy nem tudom. Megépítették Disney 2-t, meg hasonlók. Tehát gőzöm sincsen, hogy hol lehetünk. Halványul a fogalmam nincsen. Semmi elképzelésem. Jó, viccet félretéve. Szerintem ez egy elég nyilvánvaló volt. Azért a parlament egy elég hogy mondjam, elég jellegzetes és híres épület. Jó, van egy körforgalmunk, 36-os út, ÖMV kút és Suzuki. 36-os, ÖMV kút, Suzuki. Oké. Nézzük. Most itt a 36-oson elindulunk, akkor az hosszú lesz. Települések mellett figyeljünk. Tehát ez szinte biztos, hogy nem településen belül van. Esetleg kelet felé lehet település. Polgár nyugatra van nekünk. Tényleg? Komolyan? Nem is gondoltam volna. Úgy lehet, már egyébként túl is szaladtunk rajta. Nyíregyháza. ÖMV Speciál Suzuki. Nem szaladtunk túl rajta, meg vagyunk pontosan, hogy hol vagyunk. Hozzá Suzuki mellől. Itt. Ja, so far so good. Jó, még egy település. Oh yeah. Ha ezt a két pontot nem rontjuk el, most milyen jó körünk lehetne.
Milyen fura ez az egyirányú tábla. Itt minden egyirányú. Líceum tér. Ilyet se látni sokat. Lovagvár, apartmanok, román kulturális központ. Román kulturális központ. Ki van takarva, hogy hol vagyunk? Ez a kedvencem. Vár apartman. Jó. Szedjük össze, mit tudunk eddig. Olyan helyen vagyunk, ahol van vár. Olyan helyen vagyunk, ahol van román kulturális központ, meg még nyugdíjasok háza is. Gyulai kistérségi egységes. Jó, oké, mindegy. Gyanítom, Gyulán vagyunk. Mert Gyulán van vár is. Meg egy csomó minden. Na viszont, amiket felsoroltam, ez így annyira nem sok. Biztos valami híres torony, csak nem ismerem. Rubint apartman, Hella apartman. Hol van nagyon sok apartman? Itt van nagyon sok apartman. Akkor itt fogok keresni. Akkor itt vagyunk, itt lennénk a vár mögött. Arra mi be tudunk menni? Hát egy darabig be. Egyelőre sok mindent nem látok. Egyébként Gyulát sem mondanám rá. Gyulát egy... Én Gyulánál egy kicsit kisebb településre tippelnék egyébként. Tele egyirányú utcákkal. Ez valami... Valami nagyon-nagyon üdülőövezetben lehetünk. Attila ABC. Román gimnázium. Ugye volt román kulturális központ, vagy valami hasonló. Szivárvány, Rosmarin, Márk. Még ennyi apartmant. Fürdőpanzió. Először azt hittem, hogy... Várjátok már, mert még itt is van. Itt minden tele van. Itt minden tele van apartmanokkal. Szerintem itt vagyunk egyébként. Hogyha ugye... ténylegesen Gyulán vagyunk, akkor mi ezen a területen lehetünk. Esetleg, ha Líceum utcát találunk, valamilyen okból kifolyólag, akkor ez nekünk nagyon jó lesz. Líceum tér. Hoppá. Na nézzük csak, hogy volt ez a Líceum tér. Ez a Líceum tér. Mi meg innen ezelől az épület elől érkezünk. Jól látom. Ennyi. Boom, bitch, get out the way. Ezt egy 12 perc alatt sikerült megcsinálni. Megdönthettük volna a rekordot. Hogyha ezt a nyomvat 25 métert nem úgy csinálom. Pedig ez nagyon jó volt. Győr is elég jó volt. Pest nyilván megkaptuk a parlamentet. Gyula nagy tip volt. Nyíregyháza 36-os utat követni. Jó, az, hogy Szalonnát így megtaláltuk. Szerintem az volt most a legnagyobb tippünk.
Na, de nem arom fel, még egy darabban látsz. Oké, van itt egy út, vannak hegyek, hegyek, dombok. Hegyek között, völgyek között zakatol a vonat. Itt egy vonat sín mellett megyünk el éppen. Nagyon jó, a temetőhöz húztak fel egy ilyen zajvédő gátat, hogy ugye a halottakat ne zavarja a nagy hang. Hoppa, E71, Miskolc, 46 km, Budapest, 30 km. E71, az az M3-as. Az az M3-as. De ez nem lehet az M3-as. Az M3-as autópálya, ez nem így néz ki. 231-es kilométer kőnél vagyunk, tehát... Fú, 60 az 60 kilométer. Mezőkövesd 120. Mondjuk erre vagyok kíváncsi, hogy az M3... Vagy hol vált át E71? Vagy az E71 ez merre megy el? Vagy hogy? Vagy mint? E79. Az E71, ezzel szokták az autópályát jelölni. Itt van E71, M3. De ez nem lehet. Miskolc. Jó, igazítsuk Miskolchoz. E71, itt megy ki az E71. Kosicére. Akkor ez az M30-as. Jó, hogyha itt lesz egy olyan rész, ahol a vasúti sín és a hármas út megközelíti egymást, már-már keresztezi, akkor azt én be fogom pikkelni. Jó. Van egy zsidó temető. Ez nem jó nekünk, mert úgy van a sorrend, arról jobbra mondom, hogy vasúti sín, nem várja, északfele nézünk. Tehát úgy lesz, hogy temető, út, vasúti sín. Tehát a temetőnek a másik oldalon kell lenni, és egyébként tényleg ez az E71-es. Úgyhogy ez nekünk nagyon jó. Mennyi Miskolc, ez hány kilométerre van? Most visszatekertem az elejére, mi? Vagy csak előrébb jöttem? Miskolc van 46 kilométerre. Akkor nézzük Miskolcot. Mennyi lehet a 46 kilométer? Csak úgy, tipre. Milintet eszemi, tipsz még szűté. Ilyen encs magassága esetleg? A encs felett voltunk egyébként. De jó, valahol. Igen, mert itt igazából itt már átmegyünk a másik oldalra, tehát muszáj vagyunk itt maradni. Zsidó temető, nem rossz gondolat, de van jobb. Kell, hogy legyen jobb. Ennél közelebb szerintem vasúti sínhez nem fogunk jutni. Hát ez az egy tippem van, a zsidó temető. Bepikkeljük a zsidó temetőt, és aztán szomorúak leszünk, hogyha ez nem az. Nem, nyilván nem. Á, nem, mert itt van még egy. Új, tényleg, hát egy település mellett voltunk. Jó. Pont az egyik geogeszteres videó alatt kaptam a kommentet, hogy ott 9 percnél áttekertél fölötte. És tényleg áttekertem fölötte, mert a térképen kerestem egy városnevet, településnevet. És tényleg áttekertem fölötte. Csak az a baj, hogy amikor én nézem azt, hogy valaki játszik, akkor én is egy csomó mindent észreveszek, és egy csomó mindent össze tudok fejbe rakni, mint amikor én játszok. Mert akkor így vannak ilyen kis részek, amikor kihagy az agyam. És nem rakom össze teljesen a képet, vagy nem úgy rakom össze, vagy olyan dolgokat is bepikkelek, amik egyébként annyira nem lennének jók. Mint például most a zsidó temető.
mert nem raktam mellé, hogy településnél vagyunk, és akkor így már is félrevezettem saját magamat. Szóval, amire ki akarok lyukadni, hogy a Gelgesszer sajnos egy ilyen játék, hogy ha valaki nézi, akkor simán el tudom képzelni azt, hogy már vakarja a fejét, hogy úristen, hogy lehet ennyire vak ez a streamer, vagy ez az ember, aki éppen játszik. Csak lehet, hogy ő nem veszi észre, mert mondjuk én elkezdem böngészni a izét, elkezdem böngészni a térképet. Ti látjátok a térképet? Nekem a szemem az mondjuk végig cikkáz így a neveken, de mondjuk pont Fülöpházát kerestem, és mivel a szemem az így cikázott a neveken, ezért Fülöpházát pont nem láttam itt lent. És utána nyilván eltekerek, meg visszatekerek, és nem biztos, hogy bekerül a szórásba. Ennyi. Jó. Budapest. Budapesten vagyunk. Centrum Rákóczi út. Nem, híd. Centrum egyenesen. Rákóczi híd. Jobbra. Oké, nézzük. Rákóczi híd. Itt a Rákóczi híd. Itt ez egy villamos végállomás. Jászai Mari híd. Mi ez? Jászai Mari tér. Közvágó híd. Ez nem az egyébként. Szinte biztos vagyok benne, hogy ez nem az, amit mi keresünk. Mi van még itt? Itt még van Obi. Obit talán tudunk keresni. Meg ez amúgy is vasút is én. Inkább itt kéne keresgélni. Móri Zsigmond körtér. Ha egy pesti izét nem fogunk megtalálni. Itt a Budapest Park, ne legyünk már hülyék. Az előbb görgettem el a Budapest Park fölött, nem? Amúgy annyira szomorú, mert nem tudom, hogy hol van a Budapest Park. Illetve tudom, csak nem tudom. Itt a Budapest Park. Nagyon jó. Mi meg úgy jöttünk, hogy itt átjöttünk a hídon, és itt a Máriási. Ja. Mi valahonnan innen jöttünk. Jó, 16 méter. Pontba benne van. Ezen kívül nem számít. Ah, milyen kellemes kis falusi környezetnek tűnik így elsőre. De. Simán előfordulhat, hogy ez nem falu, hanem mondjuk egy külváros. Na, hát erre lapos, arra rombos. Gyárak vannak. Inkább külváros lesz ez. Valamilyen jó kis külváros. Menjünk vissza. Mi van rád kiírva? Csokonai Vitéz Mihály utca. Oké. Településnév vagy bármi? Nyilván az ember nem gondolná, hogy beáll egy buszmegállóba és nem tudja, hogy melyik településen van. De gondolhatnának a geogeszerező emberekre is. Sírva fogok fakadni. Miért van ennyire durván kiblőrözve? Tehát ez itt, és nem az, hogy van egy folt, hanem ez a ház, vagy bármi van itt, ez valami nagyon mocskos módon durván ki van blőrözve. Tehát így úgy, ahogy van. Tehát ezt itt ne nézegesse senki. Wow. Ki tudja, mi történhetett itt egyébként.
Teljes Hungária. Tök jó. Vasút mellett vagyunk. Ez olyan, mint egy kis vár. Sarok ABC. MVSC. MVSC. Sportklub. Da. MV. SC. MV. SC. Ez nem egy kis. Hold your horses. Ez itt micsoda? Ez itt micsoda? Ez egy nagyon nagy panelblokkos telep. Miskolc. Akkor ez az avas lakótelep. Miskolcon vagyunk. Jelenteném. MVSC. És hát Miskolcon belül is. Tehát Miskolctól keletre, vasúti sín mellett, a Sík úton. Jó, tehát nem az, hogy Miskolctól keletre, de... Jó, meg kéne keresni, hogy hol van ez a... Itt van MVSC sporttelep, TS Hungária, Sík út. Hát azt itt hol? Hát hol? Mennyit? Nem tudom. Fingers crossed, nagyszerű! 14 méter. That's the spirit. Esély a községi iskolának minőségi oktatás feltételének megteremtése Szászvári iskolában. Szászvár településen vagyunk. Szászvár település. Szász az ugye egy nép volt, gondolom, amikor a szászok betelepültek, akkor jött ez a név. Szászvár. Csak azt kéne tudni, hogy a szászok hova települtek be. És akkor én ma nagyon, nagyon okos lennék. Nem, itt vannak táblák. Pécs, Komló, Dombóvár. Pécs, Komló, Dombóvár. És mi most Szászváron vagyunk. Az iskola előtt. Jó, nekünk nyugatra Pécs, északra Dombóvár. Nekünk nyugatra Pécs, északra Dombóvár. Dombóvár az vajon nagy település? Pécs, Komló. Pécs, Komló. Pécs, Komló. Itt van Szászvár. Nagyon jó. Annyira nem is kicsi. Ez a szá... Itt van kastély. Ne idegelj már ki. Nem tudtam, mi baja van a néninek. Az csak bábuk vannak beöltöztetve, meg ilyenek. Idegesítenek itt engem, komolyan mondom. Kis György szobra. Itt vagyunk most. Óvoda és bölcsde. Általános művelődési központ, közösségi ház. Szászvár posta. Postát láttunk, amikor indultunk. Igazából szinte pont a postával szemben vagyunk, csak kicsit így elrébb. Ne! Anyám, borogas. 3 pont. Nem engedjük el. 3 ponton nem múlhat. Hello.
Ezek a blokkok olyan ismerősek egyébként. Nem, tévedtem, nem ismerősek. Hazudtam, átvertelek titeket. Először azt hittem, hogy ez a Zavas a lakótelep, de viszont megláttam ezt a hidat, ez a Lágymányosi híd. Nem, nem a Lágymányosi. Mi van itt? M0-ás. Megyeri híd. Szerintem az a Megyeri híd, úgyhogy Budapesten lehetünk. Budapesten is vagyunk. Kőréslejtő. Harmadik kerület, Rókahegy. Harmadik kerület. Ürömhegy, Csillaghegy. Békás Megyer. Cserdülő, Törökdülő. Hegy, lejtő, hegy, liget, halom, liget. Szép völgy, remete hegy, ó Buda. Testvér, hegy, dűlő. Jó, valaki egy Rókahegyet. Lesz szíves nekem ide rakni, amíg szépen vagyok? Üröm. Öröm az Ürömben. Itt van a Rókahegy, hoppá. És akkor Rókahegyen mi a Kőrét... Kőréslejtőn vagyunk. Fülem üle. Megkérdeztem, hogy a fülem üle. Kisüsti! Kisüsti utca. Kőréslejtő. Kőbánya, óbor, rézüst, honvéd, ezüstkő, üst, perjed, jófa, mély, ezüsthegy, barackos. Nyugodt vagyok, semmi probléma, csak levegőt nem kapok. Ez mellékes. Nem tudom, mennyire kéne kimennünk. Tehát ugye Budapest, ez a harmadik kerület, viszont... Ezért... Tehát itt már elvileg mi Pest megyében vagyunk, Üröm településén. Ez meg már Aranyhegy. Nem veszíthetünk el egy utat, csak úgy. Elképzelésem szerint. Itt esetleg bármi, mivel, mit keresztezünk, mivel? Aha, Rókahegyi út. Ú, Csillaghegy is nagyon jó. Tehát a Csillaghegy és a Rókahegy találkozásánál. Ami annyira nem túl jó. Viszont a Rókahegyi út keresztezi a ezt az utat, ami, ha jól láttam, a Kőréslejtő, és a Kőréslejtő, az talán nincs, nem, nem Zsák utca. Nem mindig, de legalább, ja, és merre van? Ez nekünk nyugatra. Hogy lehet nyugatra? Nem lehet nyugatra. Inkább délnyugatra, jó. Legyen délnyugat. Eddig tartotta Rókahegyi út, innentől Ürömi út van. De egy Rókahegyi út... Ez itt van. És nekünk a... De ember, ne idegeljél már ki! Hát, hogyha itt van, látom, hogy ez a Rókahegyi út. Ez is Rókahegyi út. És látom, hogy ez keresztezi a Kőréslejtőt. Akkor ne idegelj már ki, hogy nem. Amikor látom, hogy de. Alkonyat sétány, Vörösbegy utca. Mi ez, ennek neve sincs. Jó, itt van egy törés ebben az útban. Akkor itt fogunk keresgélni. Ez a Róka köz, ami itt van. Nem tudok jobbat. Beteszem a Róka közbe. Menj már a... de spicsába! Ez mennyire félrevezető szutyak már?
Hát itt egy Rókahegyi út. Értem én, de itt is van egy Rókahegyi út. Tehát, hogy ennél jobb nevet nem találtak ki. Gondolom, az az elképzelés, hogy ez Budapest, ez meg Pest megye, Üröm, vagy nem tudom mihez tartozik. Fél kilométer nincs a kettő között. Fél kilométer van a kettő között. Hát az, hogyha a mentőt kihívják az egyik útra, azt a másikra megy ki. Jó, fél kilométer, tehát... De hát akkor is... Na Istenem! Hogy lett valami ennyire nagy balgaság? Nem is balgaság, azt sem tudom mi volt, ez nem tetszik. Ez se tetszik. Ha bepikkelem Debrecen környékét, mondjuk valahol itt. Hát majdnem, jó. De nagyjából megvolt. Na te főleg nem. Jó, csinálunk egy kört. Ez teljesen jó lesz nekünk, én úgy érzem. Csinálunk még egy kört. Na, nézzük, te mi vagy? Hát azt látom, hogy kommunista blokkok mindenhol. Vagy szocialista? Már nem tudom pontosan. Jó. Átfolyás. Milyen táblákat még nem láttam. És ez nem kicsit... Nem kicsit, de legalább nagyon. Hú, ez nagyon... Nagyon durca. Egyébként van egy olyan érzésem, hogy Miskolcon vagyunk. Csak egy ilyen sanda gyanú. Miért néz ki minden... Van nálunk egy ilyen lakótelep, egy hasonló lakótelep, ahol a gyógyszertár, meg az orvosi rendelő, az ekte ugyanígy néz ki az épület, ahol van. Csak nem kóp, meg mit tudom én, mi van benne, hanem gyógyszertár, meg orvosi rendelő. Posta, úristen. Mire tudok gondolni? Ez egy volt, vagy még jelenleg is bányaváros, ami ugye a szocializmus idején fejlődött fel. Azért van itt ekkora nagy terület, ami így néz ki. És hát azért látjátok, hogy egy kétszer kétsávos út középen növényes sávval, és ez Miskolc. Mert pont ugyanilyent láttunk az előbb is, és arra se volt ráírva. Sáhy István utca. Én ezt látás nélkül azt mondom erre, hogy Miskolc. És ráadásul Miskolcnak is... Hát, nem tudom, melyik oldalát nézzük. Miskolc belvárosát nem hiszem. Nem tudom... Talán az Avas lakótelep és környéke, amire ezt így rá tudnám mondani. Csak meg kéne találni, hogy hol van. Mert az Avas megvan, csak... Győri kapu, MVM, Diósgyőri acélművek. Na még erre elnézhetünk. Haliboki. Mit keresünk? Sáhy István utcát keresünk. Mit keresünk? Miskolcon keresünk a Sáhy István utcát. Vagy... Valami hasonlót. Az egyetemtől nem messze van. No. Akkor csak jó fele kezdtünk el keresgélni. Hogy is? Jövünk. Miskolcon térképről mindig eltévedek. Tehát... Honnan érkezzünk? Érkezzünk... Miskolci Egyetem. Miskolci Egyetem, és akkor itt van az Avasváros rész. Na legalább ez megvan. Nagyszerű. Ugye az Avason láttam ilyen nagy blokkokat, azért
indulok ki innen. Egyébként lehet, hogy ez a Klapka György út, amin vagyunk, csak ugye mivel valahol van a Sáy István utca, az a kereszteződés, vagy valami, akkor azért vagyunk itt. Mert ugye a Klapka Györgyön is látjuk, hogy ez ketté van szedve, meg középen van egy kis lyuk, tehát konkrétan egy az egybe ráillik. És ez egy észak. Ja, valahol itt kell, hogy legyünk. Á, az a baj, hogy tökéletes pontra megyek. Igen, 5000-re megyek. Egyébként én is úgy lennék, hogy hát itt vagyunk. De sajnos ez nem. Jó, dohánybolt, spár. Köszi szépen a követést, köszi, köszi. Jó, innen indultunk. Itt bármilyen utcatábla, mi van? Szerelvénybolt, avasi szerelvénybolt van velünk szembe. Ez... Van egy olyan megérzésem, sőt, Áfonyás utca. Szem... Oké, ezt nem tudom elolvasni. Viszont az Áfonyás utca, az szinte biztos, hogy Áfonyás utca. Csak az a baj, hogy minden Klapka György utca, ami leágazik a Klapka György utcáról. De még a Klapka György utcával párhuzamos utcák is Klapka György utcák. Ez az egyetlen egy problémám, semmi más. Vagy rossz helyen vagyunk. Mondjuk elvileg nem kéne, hogy rossz helyen legyünk. Bal oldalon kis zászlóval. Tudom, az előbb visszaugrottam. Innen indultunk, azért keresgéltem minden, hogy van-e valami kiinduló pont, de igazából... Na, nem erre mondtam. Itt vagyunk a kanyarba. Kanyar... Minden bizonnyal... Az ott egy kóp. Engem ez az egy zavar egyébként. Hogy clearly itt jövünk. Az útvonal vezetéséből szinte biztosra tudom mondani, hogy itt jövünk. De sem a Spárt nem látom itt. Itt a Spár Supermarket. Meg Nemzeti Dohánybolt. De hát itt lent... Kanyar... Nyema. Jó, induljunk ki abból, hogy itt vagyunk a kanyarba. A kanyar utáni első kereszteződésnél megyünk le. Ez egy kétoldali kereszteződés, és itt már megbukott a történet. Ez az első, ahol le tudunk jönni. Hát akkor jó lesz ez nekünk. Jó lesz. Nem lesz jó, mert ez egyáltalán nem így néz ki. Miért van két ugyanolyan kanyar az avason? Miért van kettő ugyanolyan? Istenem, szarjáték. Na reset. Jó. Emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy szarjáték? Hát nem véletlenül. Beraktak egy random sikánt. Erre rá van írva, hogy felkapcsolták a napot, igen. Mandulafa utcáról indultunk, ezt jól lesz tudni. 9. Alsóvölgyi út, nem tudom. Gőzöm nincs. És itt tele van minden rakva sikánnal. Mit látunk még itt? Egy... Hegynek az alján vagyunk, szó meg a szerint. Sőt, egy kisebb fajta völgyben építkezünk jelenleg. Vagy hát már nem építkezünk, hanem vagyunk.
Gazdagabb vidék, én is arra gondoltam, a budapesti kertvárossal az az egyetlen egy problémám, hogy Budapest körül nincsenek ilyen völgyek. És Budapest körül nem tartom valószínűnek, hogy ilyeneket fognak berakni. Illetve, hogyha... Ó, igazad van. Teljes mértékkel igazad van. Tévedtem. Boki egy zseni. Tehát Bokival nem érdemes vitatkozni. Ezt is megtanultuk, Bokival nem fogunk vitatkozni. Jó. Következő jó kérdésem, hogy érdembelül merre? Érdembelül én talán errefele keresgélnék. Ugye a Mandula utcát mondtam, hogy onnan indultunk, és mondtam azt is, hogy most melyik úton vagyunk, csak azt már elfelejtettem. De hogyha visszamegyünk, akkor ugye meg tudjuk nézni. Alsó vagy egy út? Alsó vagy első? Felső, majdnem. Felső völgyi út. Hali-hali. Hát... Nézd, én sem vagyok a legügyesebb ebben a játékban. Nagyon sok olyan hibába esek bele, amiben nem kéne. De köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igyekszem. Megvan a felsővölgyi utunk, és már csak egy Mandula utcát kéne keresni. De mivel ez egy ilyen kis zsákutca, nagyjából délfelé, de mondjuk benne lehet. Lugas. Jó, akkor benne. Mandula fa utca. Nagyon jó. Megvagyunk. Egy ilyen... 6 méter. Nagyon jó. Egyszer 5000 megvan. Már csak 4 van hátra. Leszpawnoltunk Mordorba és két lépésre ott a megye. Ja. No. Jó. Első lépésre ezek elég szép házaknak tűnnek. Na, ez kelet. A kelet az benne van, bár kisebb dombok azok vannak. Nagy alföldet nem mondanék erre. Azonnal jóval laposabb. Vagy se ki tudja milyen hegyes, csak azért mégis. Igen. Hát ott voltak szép házak, ahogy jövünk befelé, egyre inkább falusiasodik a környezet. Borsodi kocsma, akkor nem Sopron. Megpróbálok egy kicsit így a befelé menni, az épületek felé, ahol így több van. Viszont... Vannak dombok, viszont nagyon nem lehetünk messze az Alföldtől, mert olyan hosszú egyenes utak vannak, hogy ez nekem nagyon-nagyon Alföld, meg biciklis út. Úgy hallottam, kádárkockák? A kádárkockák azok nem azok a nagy épületek, mint ami Miskolcon is vannak? Vagy valamit rosszul tudok? Kádárkocka. Nem, ezek tényleg a kádár. Akkor megint én voltam a suta. Én ma annyi mindent tanulok, hogy ez csodálatos. Köszönöm az információkat. Na jó, már erre ezt akartam megnézni, mert roketták. És telek eladó. A 38-as úton vagyunk, tényleg a kelet. Nem is kicsit a kelet. Honvédelmi emlékpark. Na jó, ebből már valamelyest ki tudunk indulni szerintem. 38, és a 38-as út mellett honvédelmi. Mi ez? Honvédelmi emlékhely.
A kelet is igaz. A kelet is igaz, teljes mértékben. 38-as út, az kelet. Egyébként itt van a főút. Nem, ott van a főút jelzőtábla. Olyat kéne csinálni, mint a izé, mint a quiz műsorokba. Az nyírtelek. Nyírtelek? Ezt nézem most, melyik az 56-os emlékhely? Lángosos, anyátyúkja. Csak nem tudom, hogy ez itt mennyire lángosos. Ez inkább pizzéria, mint lángosos. Édes élet fagyizó, hát nem áll össze a kép. Mondja, hogy nem áll össze a kép. De aztán lehet, hogy megint neked lesz igazad. Sőt. South East. Dél-kelet. Hát pedig ez olyan délkelet ez az út, mint annak a rendje, és ez itt délkelet. Meg itt, hogyha lejövünk, akkor ez nem az. Tudjuk egyébként, hogy milyen utat kell keresnünk? 38-as út az biztos, csak hogy erről valami közelebbit egyébként. Mert is indultunk meg, várjatok. Talán erre. Pontosan melyik utcában vagyunk? Nem valószínű, hogy erre indultunk meg. Bár igazából itt mindegy. Mert mindenhol ugyanott fogunk kiukadni. Ez esküszöm egy fájdalmas pont. Jó, nézzük még szét a 38-as úton, hát ha találunk valami komolyabb jelentkezőt erre a posztra. De ha nem, nyírtelek lesz. Jó, nyírtelek, de nyírteleken belül is hol? Várjatok csak. Honvédelmi emlékpark. Csak nagyon rossz helyen kerestem, de egyébként meg vagyunk. Tényleg nyírtelek. De ez nekünk ugye nem elég. Mert oké, hogy nyírtelek, de... Ezen kívül semmi más nem tudok. Kövi meg hegyben lesz. Hát ha tényleg igazad van, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy csináltad. Ez a Toldi utca. Dózsa György és Toldi. Dózsa György és Toldi. Hogy is jövünk? Dózsa György és Toldi. Dózsa György és Toldi. Szerintem már minden híresebb embert, legalábbis a nevét láttam. De jó, Dózsa Györgyöt és Toldit, nem. És van a kölcsei, Dózsa György és Toldi.
És ugye Tódi úton itt megyünk befelé, nagyjából a kereszteződésig, sőt a kereszteződésig, és akkor nem, hogyha itt bejövünk, akkor itt kell lenni egy honvéd temetőnek. Honvéd temető, itt is? Legalábbis temető, ez biztos. Oké. Okay. Easy win. Megint csak Bokinak köszönhetem a segítséget, igazából Boki fejti meg helyettünk itt az egészet. Easy-ke. Így van. Egyébként ha elsőre megtalálom azt, amit keresek, akkor sokkal egyszerűbb lett volna. Szidézi. Na jó. Ja. Hát ez hegy, hegység. Nézzük, mit ír a tábla. Viszont látásra. Ne! 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 Ugye nem látok jól? Ugye nem... Ugye... Júj! Oké. Ezen most megpróbálom túltenni magam. Venonix, köszi a követést, köszi. Természetesen Miskolc. Most már csak kíváncsiságból, Auf Wieder. Ez én. Ez jó. Annyira nem tudok németül, hogy ez problémát okozzon, de... Bonyhád... Vars. Varst. Valami. Varas. Bonyhád Varas. Üdvözöljük Bonyhád Varason. Na jó. Fú, most ez kicsit váratlanul ért. Nem tudtam erre nagyon felkészülni. Jó, Bonyhád Varas. Nézzük, mit látunk. Mindenképp egy hegységben vagyunk. Lehet mondasz valamit. Lehet, hogy szerintem is. Lehet, hogy benne van a pakliba ez a Bonyhád Varast. Vagy Varas. De még nem vagyok benne biztos. Kicsit jobban szét kell néznem. Úgy érzem. Megtalálni nem fogom azt tuti? Nem baj, hagyj próbálkozzak, léci. Nagyon szépen köszönöm. Bonyhád Varasd. Ez benne van, egyébként nem fogom megtalálni, tehát olyan dolgokat sem feltétlen találok meg, ami a szemem előtt van. Úgyhogy nem kizárt, nem tartom kizártnak. Bonyhád Varasd. Ú, várjál csak. Bonyhád Varasd. Majd hideg-meleg játék mehet. Még most egyelőre. Nem tudom pontosan, hogy ez egy ilyen előre elkészített tábla. Mármint ez egy ilyen template, amit mindenki megcsinálhat magának. Vagy megcsinálja a volán, és akkor kiküldi minden busz megállóba, de több helyen láttam már ilyen táblát. Bonyhád Varasd. Van templom, vannak hegyek, igazából van minden, már csak egy kocsmát kéne találni, és már költözök is. Igaz, nem vagyok ilyen alkoholista. Nem mondjátok rám, hogy én ilyen rossz vagyok. Meg kell néznünk a másik... nem kellett volna megnéznünk a másik táblát. Nem. Igen, teljesen tök kellemes. Bonyhád Varasd. Oké. Okay. Jó. Hát
bonyhád. Jó, nézzük végig ezeket a dombokat, amiket meg lehet. Valami, nem. Érzem én, hogy rá kéne nézni a hegyekre. Tudom, hogy rá kéne nézni a hegyekre, de még egy kis információra szükségem van. Valami kell, hogy legyen körülötte. Valamilyen információt kell, hogy találjunk itt nem messze. Bármit, akármit. Nekünk segítséget nyújtott, de konkrétan úgy látom, hogy kilométerköveket sem raktak ki, annyira friss ez az út. De ott van még egy település, amit hamarosan el fogunk kérni. Oké. Okay. Mi? Ez nem... Ez kukorica. Piros lett a kukorica. Nem, sárga. Igen, az kukrúz. Tengeri. Meg még ki tudja, hány másik neve van a kukoricának. Nagyon jó táblák. Ezt már szeretem. Bonyhád, tevel, kisdorog. Aha, értem. Bonyhád, tevel, murga. Édes Istenem, hogy lehet ilyen neveket adni? Bonyhád. Annyira ismerős ez a név, és nem ugrik be, hogy honnan. Bonyhád. Hol láttam én ezt? Vagy merre láthattam én ezt? Tevel, murga, ez ilyen esély maga telen körül. Német fordítóiroda, bonyhád. Fordítóiroda is van, tehát... nézzük, sajórend, sajórend. Akkor annyira nem vagyok messze. Itt a térképem. Sajó Szentpéter és környéke. Jó, tevel, kisdorog. És ez a település pedig... Na, még egyszer. Ez a település kisdorog. Sajó átmegy az egész országon. Ebben igazad van. De ha sajó, akkor nekem ez jut először eszembe. Sajó Szöged. A Szögedet átvették, csak éjszakon vannak. Nem, még nem. Hideg-meleg az még nem. Bonyhád. Most bonyhádon gondolkodok, de piszkosul. Hívjuk fel ezt a számot, mondják meg, hogy hol vannak. Erdőtelek, Borsodi Bánka, Sarud. Tevel. Várjál csak. Nem tudom, hogy jól értelmezem. Egyáltalán nem biztos, hogy ezeket én jól értelmezem. Sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy egyébként nem értelmezem jól ezeket a táblákat, de adok neki egy próbát, aztán egyszer majd talán megtanulom. 12 és 17. Van egyáltalán 17-es főút? Nem, ez nem, ezeket biztos, hogy rosszul. Ha ez segít, közelben van. Mucsfa és harc. Hát, mucsfa és harc. Hát, fa nagyon sok itt van lent.
nem lennék, nem lepődnék meg feltétlenül, hogyha így hirtelen még egy múcsfa is megérkezne. Talán jó, talán nem. Nagyszerű. Kis zoom segítene, mert falu. Én nekem egyelőre szerintem... Ja, már mint mucsfa? Akkor az lehet. De hogyha... Ugye mit keresünk? Tevel, murga, márfa... Igazából bele is illik ezekbe a nevekbe, mert... Borjád. Bonyhád. Bonyhád az egy nagy település. Ezt nekünk látnunk kéne. Bár... Látnunk kéne. Körülbelül... Körülbelül... Így nem szoktam meglátni semmit, hogy elvileg látnunk kéne. Mike. Ott van, ahol bivaj basznád is. Létezik ilyen település? Biztos, hogy létezik. Aj, bivajba... Mária Terézia... Miért emelegetem ennyit egyébként? Nem tudom. Annyira nem tudok gondolkodni most, hogy ez valami csodálatos. Bivaj basznád. Nem is tudtam, hogy egyébként olyan van. Mert ahogy azt szokták mondani, hogy makkos, hogyha azt tudom, hogy... Nézd, már itt van Bonyhád. Megtaláltuk Bonyhádot. Na. Akkor. Nézzük. Nekünk Bonyhád. Az erre van. Délre. És itt van Bonyhád. Varasd. Easy. Ennyi. Megvan! Megvan! Jó, talán azt azért nem mondanám, hogy easy. Az egy picit nagy képűség lenne a részemről. De megvan. És akkor már csak valahogy be kéne lőni, hogy éppen merre járunk. Itt van egy kereszteződés, és kicsit később. Ami délfelé megyünk. Kövi nagyvároson belül lesz. Te Boki? Ilyeneket honnan tudsz? Vagy én nem értek eléggé a játékhoz. Vagy tudsz valamit, amit én nem. És ez rendkívül érdekelne. Aha. Nagyon jó. Ha bejön, te is meg fogsz lepődni. Nagyszerű. Kanyarodunk. Felújították az utat. Gyakorlatilag szétbontottak itt mindent. És a goodbye az még mindig itt van. Nyugodt vagyunk. Jó, látok egy kis kanyart. Ez a kis kanyar. Ez a kanyar is. Mi akkor valahol itt lehetünk. Kurva élet! Nem érdekel, most már ezt végig játszom. Na. Ez annyira nem nagy város. De ez alafolyó Nanda lesz. Nem ez a kövi. Hát, de. Kövi az új game lett volna? Ja, hát kezdhetünk egy új game-et, persze. Aha.
Na majd eze. Busz megálló. Ezt szeretem. Mert mint hogy a busz megálló keresést. Úgyhogy ha busz megállót látok. Penny. Vasi volán. Vas. Vas megye, sose tudom, hogy hol van. Vas megye az itt van. Melyik pontosan a Vas megye? Vas. Energiatakarékos szellőzés. Ez mit jelent? Hát nem tudom, olvassuk el. Szellőzés. A penészedés ellen. Hát, ja. Szellőztetés. Én át szeretnék menni ennek a másik oldalára, olyat lehet csinálni? Vagy Szombathelyen meg kell keresnem a izét. Biztos, hogy Szombathelyen vagyunk, csak... Igen, igen. Vasi volán, és szerintem a másik oldalra van kiírva egyébként, hogy hol vagyunk. Csak most így nagy hirtelen nem látok utat, amivel át tudnánk menni. Úgyhogy inkább nem megyek át, hanem a véletlenre bízom. Na jó, ki járt a Szombathelyen? Hol van a Penny? Vagy több Penny is van? Elvileg tudnom kéne nekem is, mert hogy csináltam pályát, pont busz megállókról. Csak mentségemre szólja, hogy ez már régen volt. Szavária net. Jó, tudjátok mit? Temető. Temetőt könnyebben meg lehet találni, mint egy penit. Barátság út, általános iskola. Ez nem az. Ez egy temető. Ez meg egy Aldi. Mesem annak tűnik. Építők sportelep. Új temető. Itt sincs Penny. Sárvár. Temető az Aldi mellett. Tudok jobbat. Az új temető mellett van a Király sportlétesítmény. B épülete. Meg, tehát így temető játszótér. Sőt, a játszótér két temető között van. Temetővel vas öntő, de az se rossz. Az se rossz. Sárvári termál kristály. Sárvár. Penny. És akkor mi meg itt voltunk. Itt voltunk? Hát... inkább itt. Itt. Nagyon jó. Legalább nem kell nézni, nem. Nálunk a kórházzal, konkrétan a kórházzal szemben van egy temető. Jól látok? Szemem mint a sasé? Miskolcon vagyunk? Nem biztos egyébként. De elég gyanú. De Miskolcon vagyunk. Miskolcon vagyunk. Szerintem.
Nem. És nem. És ugyanott vagyunk szinte, ahol az előbb. Ez a két csúcs, szerintem ez a Lágymányosi híd, és ezen a ezen az úton akadtam ki? Ezen a kurva úton akadtam ki, hát itt jöttünk le. Ezen az úton akadtam ki. Mert ez a Rókahegyi út, mindjárt megmutatom, miért akadtam ki rajta, hogyha esetleg nem lenne teljesen tiszta. Rókahegyi út, na, még egyszer, tehát itt, Üröm. Itt jön a Rókahegyi út, Üröm felől, jön a főút és Rókahegyi út. Szépen végigköveted, és sehol nem fogsz találni kőri és lejtőt. Mert innen már Ürömi út. De ha elmész fél kilométerre arrébb, itt egy Rókahegyi út, megint csak, és itt viszont lesz kőri és lejtő. És most mi egy kicsit lejjebb vagyunk ezen a Rókahegyi úton. Wow, na jó. Ez agya. Agyagetsz. Ott jöttünk le. Az mi ez? Egy második ház? Itt lehetünk? Ennyi. Könnyű játék, könnyű gyerekeknek. Zavas lakótelep, majdnem megint tesz a zavar, de nem hagyom teljes mértékben magam. Ez meg a kedvenc tornyom, úgyhogy... hát mondjuk ennyiből megállapítani, hogy hol vagyunk, az lesz egy feladat. De biztos, hogy Pécs mellett, ennyit biztosra tudok nektek mondani. És valahol gondolom a főúton, ja. Most így első ránézésre. Hogy jut el oda az... hát kérlek szépen, ez úgy történt. Hogy jut el oda az ember, hogy van egy kedvenc tornya? Hát ez kérlek szépen úgy volt, hogy voltam Pécsett. És így tök jó volt, mert először voltam Pécsen, és izgultam, hogy el fogok tévedni. De nyilván az, hogy elővegyem a térképet és azon tájékozódjak, az buzis. És ez a torony, ez egy nagyon jó pont volt, ahova tudtam viszonyítani, mert a városból nagyon-nagyon sok helyről látni. És már akkor megtetszett, meg nem tudom, olyan szép, és tetszik. És már akkor megtetszett, és rengetegszer találkozok vele GeoGuessr-be, és így ránézek, és tudod, ez Pécs. És ezért lett ez a kedvenc tornyom. És akkor, hogyha megnézzük, észak-kelet, majdnem, hogy mondjuk beállítjuk. Nem tudom, mennyire kéne lemenni egyébként távolságra. Hát, kis domb. TV-torony kis domb. És akkor valahol itt az 57-es útnak ezen a szakaszán leszünk. De az 57-es út miatt, vagy hogy biztosak legyünk ebben, hogy az 57-es út. De előbb még láttam azt a táblát. Hova tettétek azt a táblát? Majd itt egy főúttábla. De nekem az is elég biztosíték egyébként, hogy itt van egy keresztút. Nézd, már elrakták a főúttáblámat. Nagyon sok a helyre nem tudok viszonyítani, úgyhogy ezt most le fogom tenni. És bízunk a sőt. Még ezt megpróbálom. Sőt, itt közelebb vagyunk a kanyarhoz. Jóval közelebb vagyunk a kanyarhoz. Szinte már elkezdődik a kanyar, úgyhogy lehet, hogy inkább átraknám ide. 25 méter, és pont kiestünk. Pont kiestünk. Még közelebb kellett volna tenni. Viszont ez a tipp, ez egy legendás tipp lett, én úgy érzem. 2 pont híja van, végig csináljuk. Fullos pontot akarok. Szeretnék.
Az jó. Konkrétan semmi közepén egy benzinkút, meg egy autómosó. Igyekte a semmi közepén? Mert YouTube shortsba. Menni is fog, hidd el. Hát, hogyha egyszer eljutok oda egyébként, hogy YouTube shortsokat vágjak. Hogyha egyszer rászállom magam. Még kerék, ne idegesíts már fel. Erre van Románia. Nagy szalonta. És még kerék. Még kerék. Sarkad. És még kerék. Északra van még kerék. Románia. Egyenesen. Meg mi volt még? Nagy szalonta. Nagy szalonta az... ismerős, csak nem tudom honnan. Nagy szalonta. Mételek. Ez még kerék, igaz? Még kerék. Ja, elég úgy néz ki, mint egy határ. Kisebb hely, falu. Több zoom kell. Még több, ennél is több. Kis bunkó. Hát nálunk vannak nagyok is. Kis hóros, nagy hóros. Zajta. Nem tudom, mennyire érdemes elmenni. Ma legalább volt egy... Ott írta, hogy nagy szalonta. Na, körülbelül erről beszéltem, hogy... Gondolom közel kell lenni. Valami ilyesmit meséltem már a mai nap, hogy... Hiába, hogy mondjuk streamen lehet látni. Nekem nem arra jár a szemem. És így... hogy akkor nem fogom észrevenni. Nagy szalonta. Mennyire volt nagy ez a nagy szalonta? Máté Szalka. Ja, persze, hogy tudom. Hogy ne tudnám. Persze, hogy ne tudnám. Nagy szalonta. Satu Mare. Salonta. Mondjuk ott is úgy volt kiírva, hogy nagy salonta, salonta. Erre gondolhattam volna. Vám, col. De még ide jár a busz egyébként. Csak tudnám minek. Salonta. Le. Borstól le. Még ennyire? Salonta, megvan salonta, mékerék, nagyon jó, köszönöm. Köszönöm. Itt van az Áviakút.
Onnantól, hogy van egy kiindulási pontom, onnantól megállíthatatlan vagyok, csak addig vagyok nyomorult. 5 méter. Könnyű játék, könnyű gyerekeknek. Ne! Megsírni fogok. Most ebben mit szűrjek le? Vannak Debrecen környéke, keleti ország részben vagyunk, valahol az Alföldön. Ez ennyi nem elég. Valaki azt... Egy inverz háromszög. Háromfai szárító. Paks, ez nem paks. Háromfa. Háromfa. Várjál, háromfa. Háromfát láttam ma. De lehet, hogy háromfát én itt lent láttam. Mondjuk itt nem csak három fát láttam, mert rengeteg fát láttam már itt, úgyhogy... Úgyhogy mindegy is. Három fa... Vagyok? Na, ez sem lesz meg. Az előző is meg lesz, mégis azt... Vagy az előző is meg lett, mégis azt mondtad, hogy nem lesz meg. Elég bolond tudok lenni, hogyha kitartó vagyok egy darabig. Meg esetleg kapok egy kis segítséget. Ha elég kitartó vagyok, akkor... Molnári. Molnárin volt egy pont, azért volt ismerős. Na jó. Itt nem találom. Három fa. Még megnézzük itt három fát. Mert már nem tudom, hogy hol láthattam. Mert van egy olyan érzésem, hogy nem itt. Ha segít, van a közelben egy falu, aminek vicces volt a neve. Tehát akkor a mai nap már találkoztunk vele. Az a baj, hogy elég sok falu névből tudok viccet csinálni. És vicces volt a neve. Szalonna. Szalonna az elég vicces volt. Szalonna hol volt? Várjál. Szalonna az itt volt fent. Nem? De. Szalonna. Akkor még nem voltam itt. Jó, hát... Bocsánat. Nem írtam fel. Miskolc óta. Amikor Miskolcon voltunk, akkor kezdtél. Csak már nem tudom, hogy sorba hogy vannak. Vagy hogy jöttek. Mondd el a falu nevét, ami kint a közel van. Kevesebbet segítene, mint hiszed? Nem baj, mondjad. Az még jobb. Kis segítség és segítség. Sőt, hátha. Ó, Mike, tényleg? Mike? Olyat mondtam. Tevel, Mike? Vagy itt kerestem? Banyhát környékén volt Mike? Vagy csak valahol bele botlottam Mikébe? Hát, gyanítom, itt van a környéken. Itt van harc is. Az előbb ez... Az előbb ezt nem találtam meg, de itt van. Felszélű? Nem tudom, bocsánat. Köszi szépen, hogy itt vagy.
április, és május, és január, és... Ja nem, ez sárpilis. Édes Istenem! Annyi ilyet csináltam a mai nap, hogy felcseréltem két betűt. Hát küldtem reggel egy snapet, amire nem azt írtam, hogy bomba team, hanem bobma team, és egész nap ezen nevettünk. Most jön a sáprilis. Mi jön még? Mi következik még? Mucsi. Dús gazdag. Na jó. Mike nem itt volt ezek szerint, vagy... Vagy Mike hol lehet még? Még jártunk Sárvár környékén is. Köszöntünk téged, Sárvár. Vagy kéne zoom, mert falu. Ja, az is lehet egyébként. Mike? Megvan Mike. Várjál, mit keresünk most? Három fa. Három fa. Rinya új nép. Kópa BC. Konkrétan három fa ebből áll. Van egy könyvtár, egy dohánybolt, egy ABC, egy Kópa BC, egy hivatal, focipálya, temető és falu vége. Ja, meg egy templom. Hol a kocsma? Egy rendes faluba. Hol a kocsma? Egy könyvtár és három fa. Így van. Ennyi. Ennyit tud. Bosfrucht. Agrárszövetkezet. Háromfai szárító. Jó. Itt az úton látunk valamit? Az annyit látunk, hogy egy hosszú, egyenes út. Hosszú, fekete haj. Három fát. Hát, kb. Merre kell ennek lenni? Ennek nyugatra kell lenni. Na válasszunk itt magunknak egy kellemes utat, én a mondó vagyok. Mert gyanítom, valahol itt vagyunk. Nem, még egy ellen. Áj, de tényleg ilyen szürke utat kellett volna keresnem. Pedig ha már idáig eljutottunk, ez már igazán beleférhetett volna. Na majd ez-e? Ilyen izek nem a Margit szigeten vannak egyébként? Madagaszkár... Nem, egy állatkertben vagyunk. De, a Margit szigeten vagyunk. De hát ez a Margit sziget. Ez nem állatkert. Margit sziget, rózsakert. Ez a rózsakert? Gyanítom. Nagyon gyanús. És akkor kelet felé haladván, a legbelső kör. Na, menjünk vissza. Ja, ott van a legbelső kör, egyel külső kör, mi meg most itt vagyunk. Ennyi. Könnyű játék? Könnyű gyerekeknek. Jó. Wow. Érdekes út, ablak és ajtó. Kisebb városnak néz ki. Evangélikus temető, autóbuszparkoló. Miért van olyan eger feelingem ettől az egésztől? Nem hiszem, hogy Egerben vagyunk. Ez inkább Sopron. Sopronban vagyunk. Utcatábla. Utcatábla. Ki van írva németül is. Ez Borsod is lehet. De mi van, hogyha Sopron?
Ez ugyanígy zsákutca. Ez a Margit Bányai utca. Haza, szeretet, hűség. 100. Ez nagyjából egy észak-dél irányú nagyobb út. Margit Bánya utca. És Zsák utca. Talán. És akkor Virágút. Ez egy zseni vagyok. Ilyenkor konkrétan egy zseninek érzem magam. Mondjuk, hogy szerencsém is volt, mert elég hamar megtaláltam a Margit Bányai utcán. Meg az is jó, hogy nem sok észak-dél, vagy nagyjából észak-dél irányú nagyobb út van Sopronban. Úri helyeken nem vagy profi. Sopron, mennyi? Voltam egyszer Sopronban, akkor is így a belvárost így körbejárkáltam, aztán annyi. Meg voltunk, azt hiszem itt a Károly kilátóban, meg van valami csoki gyár itt a környéken, ott is voltunk. Ez ennyi volt a Soprin túrám egyébként. Na ez való nekem-e? Most sem tudom, milyen kocsi ez. Na. Adjon egy szabolcsi falut. Tessék! Tessék! Ez egy az egybe. Szlovák határvidék. Szlovák határvidék? Van benne valami. De nem vagyok benne teljesen biztos. Még most így nem tudnám azt mondani, hogy igen, ez az. Mindjárt megnézzük, itt lesz úgyis a falu vége. Mindjárt megnézzük a település nevét. Gara. Ha. Gara. Azt is láttuk már ma. Annyira jó lenne, ha nem lenne kiégve. És el tudnám olvasni, hogy mi van még arra. Ez egyszerűen csodálatos lenne, de nem akarhatunk mindent. Gara. Üdvözöljük Garán. Hát határnak határ, de ezek szerint nem a szlovák határ. Gara. Garát láttuk már ma, csak tudnám, hogy hol. Igazából itt mozogtunk sokat, de itt Gara az nem. Ja. Itt mozogtunk még, bár nem vagyok benne teljesen biztos. Esznek ezt, csak nem szlovák. Mi van még? Szerb? Vagy szlovén? Azt se felejtsük el. Vagy szukrajna. Legyen szlovén. Mocorogtunk a mai nap. Ezt láthattuk Garát. Vagy... Gara. Mi van még ez betűvel? Szerb. Szlovák, szerb. Szlovén. Ennyi. Itt van Szijjártó háza. Szijjártó háza. Ez a neve, Szijjártó háza. És van 1, 2, 3, 5 utca összesen, főúttal együtt. Igen, csak zoom. Jó, a zoomot mindig elfelejtem. Hogy így... Mindig elfelejtem. Tudjátok, én már akkora városban lakok, hogy így elfelejtem, hogy vannak így kis települések. Szent Gotthard. Itt kezdtük valahol a streamet, nem? Szent Gotthard. Van itt ez a hársastó. Nem paraszt vagy, hogy tehénbőgés a csengő hangom. Nem, annyira azért paraszt nem vagyok. Csak egy kicsit.
Hogyha kicsit elengedem magam, és előjön a nem akcentus, minek hívják ezt? Akcentusnak akcentus, csak tájszólás. Előjön a tájszólásom, akkor kibukik, hogy igazán mennyire vagyok paraszt. Bár próbálom visszatartani magam, meg artikulálni, meg ilyenek. Aztán néha sikerül. Tófej. Tök tófej vagy. Mutasd magad. Gara, egyet a jó helyen. Előjön belőled, hogy görbölt be a verőcét, és híja. Hát... Én ilyeneket nem szoktam mondani. De megvannak a saját... saját... mondásaink. Na jól van. Gara. Adok neked 5 másodpercet, hogy megjelenj előttem. Magyarlak. Hát, igen. Ja. Látod, itt van magyar föld. Ez magyar föld. Ez magyar föld. 1, 2, 3, 4. 5. 6 utca. Fő utcával és buszfordulóval együtt. Ez magyar föld. Ott tuti nincs citromfa. Nem valószínű, a citromfa az ilyen déli gyümölcs, úgy hallottam. Mármint a citrom, ami a citromfán terem. Ah, azt a kurvágát, másik S betűnél kerestem. Garai temető. Na várjál, de a Garai temetőt, vagy a Páncsics Miklós utcai temetőt? Szerintem a Páncsics Miklós utcai temetőt keressük. Ez azért egy jóval nagyobb temető, mint a másik. A cimbalom meg egy nép... Igen, egy nép... egy szép hangszer. Egyébként nagyon nehéz cimbalommal játszani. Akkor is, ha rezes. Hát a cimbalom az... húros. De nem pengetős. 63 méter, természetesen. Egészen nyilvánvaló. Soha nem lesz meg a 25 ezer pont egyébként. Én mára még mást is terveztem, de nem. Egy fullos kört akarok most már tenni. Egy fullos kört, és utána én már boldog leszek a mai napra. De nem lesz, de lesz. Sőt, annyira lesz. Most megmutatom. Ez Magyarország? Ez Magyarország. Ez Magyarország, hidd el nekem. Méghozzá egy autópálya. Tudom, nem gondoltad volna. De szerintem ez egy autópálya. Hát ez az M7-es. Na mindegy, arra nem sokat járok. M7, itt van. M7. Zala-Szentjaka fölött. Meg a Galambok alatt. Csak nehogy összeszarják, vigyázni kell. Pedig az M7-esen elég sok kamion jár. Főleg ugye, mivel a Balaton után vagyunk, ezért... igazából csak... 444 pont, pont 144 méter. Ezt, ennyi. Dream of a gym main. Így van. Így van. Hát. Van itt előttünk egy ilyen kis tó, úgy látom. Aztán van... Hát nem tudom. Szerintem ez a Playacsi lesz egyébként itt előttünk. Megint itt van az a hotel, amit múltkor is, vagy az előbb is láttunk. Én ezt nem értem.
látok még egy zöld hidat. Hát ugye a zöld híd, nem tudom, én Szolnokon láttam zöld hidat. Tényleg. Most mutatták meg a népnek a Szimbát. De istenem. Még egy hülyét egy rakásra, de tényleg. Velem az élen. De én büszke vagyok rá. Az lesz a Lánchíd, igaz? Igaz. Lánchíd és a Erzsébet híd között vagyunk. Hát... Mondjuk az, hogy pontosan belülni, hogy hol vagyunk, az egy érdekes... Evening cruise. Itt egy berakom ide. Azt tévedünk 62 métert és újrakezdjük. Pont Budapesten kell újrakezdenünk, értitek? Nem szeretnék vészmadároskodni. Már megint. De hogy ez az avas. Az előbb kóloltam avast, azért most egy kicsit félbe mondom ezt ki, de ez avas. Igen, ez fix. Ez fix info. Természetesen Miskolc, ott megy. Ott megy természetesen Miskolc. És most melyik kanyarnál vagyunk, drágaságom? Most a középső kanyarnál vagyunk, amit az előbb nem találtam meg. Erre avas, meg van avas. És mindig itt kerestem, de nem, mert itt lejjebb is van. Nem. Mi? Várjál. Mi? De, jó helyen vagyok. Itt a Spar Supermarket, és mi ettől... Hogy vagyunk? Lejjebb, lejjebb? De, most nézzük lefelé, tehát mi itt vagyunk. Ez a játék zseniális. Megkapjuk a városod, és nem fogod tudni? Mondjuk velem is volt már ilyen. Ledobott a saját városomba, és nem tudtam. Így első ránézésre. Jó, mondjuk tegyük hozzá, azt hozzá kell tenni, hogy olyan helyre is dobott le. Tehát az a hely az olyan is volt. Ide is kéne egy csatablak egyébként, most jövök rá ide. Ide kéne egy csatablakot tenni. De most nem fogok ezzel szórakozni, mert legközelebb lesz. Na már csak azt, arra kéne rájönni. Ugye itt mellettünk megy egy ilyen... Gondolom itt megy mellettünk az ifjúság útja. És akkor mi meg most a Kölcsey Ferencen vagyunk. Itt nem. Nem lehetünk itt. Befejeztem az előző mondatot? Néha vannak ilyenek, ne foglalkozzatok vele. Ha nem fejeztem be, bocsánat. Tehát a saját városomban ledobott ilyen tök eldugott helyen is, nem fogtam fel, hogy ott vagyunk. Kövessük le. Én azt mondom, kövessük le az utat. Milyen tök szép kék, micsoda? Most lemaradtam. Várjál. Fel kell vennem a ritmust. Már valószínűleg ez a vonat elcsúszott, majd a legközelebbire. Jó. Itt lejövünk a Kölcseire. Kölcseire jövünk? Kölcseire. Igen. Minden bizonnyal. Az az autó. Ja, ez? Vagy ami lent volt? Nem tudom. Majd megnézzük, mi van lent. Előttünk megy megint egy Kölcsei, de mi haladunk tovább ezen a Kölcsein. Mindaddig, itt elvileg kell egy avasi nyelviskolának lenni, valahol. Az avasi nyelviskola az már csak ki van táblázva. Avasi nyelviskola, ez nagyszerű. És akkor itt van egy kereszteződés, jelenleg itt tartunk. És menjünk még egyet le, akkor vagyunk itt. És még megyünk lejjebb.
Akkor vagyunk itt a spawnnal, igaz? Igaz. Tök szép kék autó. Mármint, hogy ez. Strandkorlát, kék F-asztra kombi. Talán F-asztra volt. Bár az asztrákból annyira nem vagyok jó. Istenem. Muszáj ezt nekem csinálni egyébként? Strandkorlát az világosabb. Jó, akkor türkiz. Akkor türkiz volt. Világosabb türkiz. Itt van egy település. Itt van egy település tábla. Jó. Ohio vagy Kansas. Tuti. Texasban vagyunk. Már csak az olajfúrók tornyok hiányoznak. Ezt nem. Én ezt nem. Nem. Poszfa család! Poszfa család! Mi a... Én is Istenem! Még mindig ki tudok égni, hogy milyen település nevek vannak. Jó, hát így első ránézésre... Nem teljesen nagy alföld. Látok hegyeket. Nem teljesen a nagy alföld. De azért nem vagyunk annyira messze a hegyektől. De azért az alföldön vagyunk. Valószínűleg. Vagy ki tudja. Poszfa család, könyörgöm. Poszfa család. Na jó, azt nem hiszem el. Maps. Most erre ránézek. Erre rá kell nézni. Poszfa család. Ennyi? Add missing place. Poszfa. Nincs rajta tényleg. Na jó, tudjátok, hogy milyenkor a hatalmas nagy tips ide. Ja, puszta család. Csak nem tudok olvasni? Valószínűleg csak nem tudok olvasni. Minden bizonnyal csak nem tudok olvasni. Ez úgy rám vallana egyébként. Puszta, nem poszva. Igen, a... Igen, ez puszta. Igen, ez pretty much puszta. Igen, ez puszta. Mai nap után nem lepődök meg ilyeneken. Bocsánat, így a félrevezetésért meg dolgok. Viszont ez egy város, ezt csináljuk már meg. Vagy legalábbis egy nagyobb település. Nagyobb település, mint puszta család. Ami, mint tudjuk, poszfa család, csak titkolják. Ez Budapest, harmadik kerület, Mátyáshegy. Mikovin út és a Folyondár út. Oké. Harmadik kerület. Mi ez? Ez a Mátyáshegy. Üremhegy, Aranyhegy, Csillaghegy, Békásmegyer. Csúcshegy, Törökhegy, mit tudom én, hármas határ. Jó, hát ez hiba volt. A Mátyáshegy, igen. Na jó. Mikovinyú? Mikovinya a régi idők, nem tudom milyen, köhögés csillapító? Milyen köhögés csillapító van most? Most nem szoktam köhögés csillapítót venni. Park Hotel. Park Hotel. Kaland Park. Hotel. Napközis tábor. Minden, ami kell.
Park Hotel. Sóstó. Sóstó. Sóstói valamilyen falu. Freilich Open Air Museum. Freilich Museum. Nyíregyházán lennénk? Ott van Sóstó. Sóstó gyógyfürdő. De Sóstói múzeum falu. Ez stimmel. 350 méterre, tehát még itt vagyunk. Itt vagyunk gyakorlatilag egy köpésre tőle. Nyíregyházi kalandpark. Well, easy. Nyíregyházan vagyunk. Ki volt írva, hogy Park Hotel. Csak a Park Hotel, az nem ide van kiírva. De meg vagyok. Egész gyorsan. No. Ez már... ez már elég durván alföld. Elég durcán alföld. De van tök. Van mikrohullámú sütőtök? Nem csak sárga tökünk van. Mi... Nem. A biztosra megyünk. Megkeressük a táblát. Ha nem hátrébb van, akkor előrébb. De valószínűleg hátrébb lesz. Ez Mike Percsen. Mike Percs, vagy Mike Percs? Az nem biztos, hogy mindegy. Jó, hol is volt ez a Mike? Mike. Hol találtuk Mikét? Sárvári. Termálkristály. Nem itt volt mi? Mike Percs. Mike Percs. Igazából most a legfőbb kérdésem az, hogy az Mike környékén van? Vagy át vagyok verve? Azzal, mint itt nem tudom, láttam valahol Egervárat. Nem, nagyobb, sokkal. Az jó, hogy nagyobb, de hogy a környékén van? Hol találtuk Mikét? Az is egy jó kérdés. Mike Percs. Az Alföld. Alföld, nem, jaj. Mike Percs. Nem kell annyira bezoomolnom? Ez az. Kamut, Murony. Szabadkígyós két egyháza. Sok, az Alföldön nagyon sok ilyen támpont, ez nincs, hogy merre kéne keresni. Legalábbis én még nem nagyon jöttem rá itt semmire. Annyi segítek, hogy tél alatt. Tél alatt. Tél. Tél. A tél nem egy név, hanem egy tipp. Gondoltam. Illetve megfordult a fejemben, hogy tél alatt van. Tél alatt. Tél alatt mi van? December, január, február, karácsony, szilveszter, új év, vízkereszt, Valentin. Mi van még ott? Tél alatt. Valószínűleg rossz fele gondolkodok, csak próbálok meg rájönni. Vagy valamihez kötni. Vagy valamit keresni, amit tudok a térképhez kötni.
Aha, december. Tél alatt, december, Debrecen. Mikepércs. Azt a kurva. Jó, ez a tipp, ez nagyon jó volt, ez tetszett. Ezt adom. És észak felé megyünk be a faluba. Ami azt jelenti, hogy... Ez a Szent Erzsébet utca? Ez a Szent Erzsébet utca. És mi Szent Erzsébet utca? Tovább egy tényleg... Tényleg egy köpésre vagyunk csak. Így van. Ez egy kellemes kis falunak tűnik, és rendkívül ismerős. Vár, ófalu. Ófalu, behajtani tilos. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy Hollókön vagyunk. Van egy olyan érzésem, hogy Hollókő. Castellum Hotel Hollókő. Easy. Hollókő, és akkor itt nem az ófalu először is, hanem itt ez a főút. Itt van buszmegálló is, igaz? Vagy ez... Csak buszmegállónak néztem valamit. Polizei. Ein, zwei, Polizei. Az egész székháza. Milleniumi emlékpart. Ez itt lehet. Itt lehetünk. Milleniumi emlékpark, igen, hát ezt egy kicsit még átláthatatlanabbá tehették volna, mert még ki tudtam olvasni. Nagyon jó. Na nézzük. Centrum, városközpont. Biciklis út. Minden mennyiségben. Csillag, erőd, révkomárom, erőd, körút. Csillag, erőd, komárom. Komáromba vagyunk. Révkomárom. Itt van ilyen, hogy csillag, erőd, nem? Van be, hogy? And two of your friends joined the same game at the same time. Ja, hogy ez egy ilyen tipp akart lenni. Igen, mert Komárom az olyan, hogy van... Komárom meg Komárno. Csak Komárom. Vagy mi, ezt most nem értem, mindegy. Jó. Ez eddig mind szép és jó. De hol vagyunk most? Bem József utca. Van egy olyan érzésem, hogy a Bem József utcán vagyunk. És szerintem a Táncsics Mihályra érkeztünk meg. Várjatok csak, hogyha mi... Nem, itt nem mehetünk tovább. Bem József az egészen kimegy ide. Itt lennénk, itt nem lehetünk. Nem, itt nem. Akkor a Bem József másik oldalán? Itt lehetünk? Jóga stúdió? Nem biztos. Ez az egyes főút, akkor ezt valahol jelölni kéne neki. Hát, mi lehet a legrosszabb? Azt, hogy eltaláljuk. Ezt is csak onnan tudtam, hogy egyik ismerősem volt ott és mondta, hogy megy. És megjegyeztem. De az a csillag előd egyébként engem érdekelne, hogy ez milyen. Vízilabda, vagy valami hasonló. Hát, nem, pingpong, nem tudom.
Nagy erdő, az van ráírva, jól láttam. Nem, fürdő. Egy, nem, utolsó. Ez, ha ezt elrontjuk, én itt valamit szétfejelek, vagy nem tudom. De nagyon durván morcos leszek. Balkán fürdő. Jufa. Nem tudom, mi ez a jufa. Autokozmetika. Szívem szerint. Így könnyű, hát. Ez meg. Celdömök. Már csak azt kéne megtudni, hol van celdömök. Hallottam már egy csomószor ezt a várost. Celdömök, de soha nem kerestem még. Celdömököt soha nem kerestem még el a Gesszerbe. Meg sehol máshol igazából. Celdömök. Ó, itt van Mike Buda. Mike Buda. Ezt jó lesz tudni, ha esetleg megint rákapna a mikékre a játék. Celdömök, erre nem. Celdömök. Ú, de várjál, Most fiasszonyfa mellett nem sokkal. Annyira messze? Vagy most fiasszonyfa az nem is itt van. De itt kell, hogy legyen. És Celdömök azért egy nagyobb város, ezt azért látnunk kéne. Nem, most fiasszonyfa. Itt van. Az fent van. Itt. És itt van Celdömök. Oké. Okay. Meg kell keresnünk a Pennyt. Én tudom! Penny! Hát itt van egy ilyen... vasúti átjáró, de ez... nem az, amit mi keresünk. És ez sem az, amit mi keresünk. De még ez sem az. Hány vasúti átkelő hely kell egy településre? Celdömök azt mondta, hogy az összes. És akkor mi a gyár útról érkeztünk, igaz? Így van. A gyár útról érkeztünk. Jövünk a kereszteződésből. Megyünk. Megyünk, ez csak kapuban járunk. Egy kereszteződés. Mikes Kelemen. És aztán megyünk még. Ú, itt vagyunk. Itt vagyunk. Ott van! Ez az! Yeah, boy! Ahaj! Full font! 25 000. Reménykedtél 4999-be. Köszi szépen! Egyébként 4999-et én még nem kaptam. Azt hiszem. 5000-et már kaptam, meg 4998-at is kaptam. Na jó. Nézzük, hogy ez a full pont szám, ez mire volt elég. Ugye 17 perc, 3 másodperc volt a... az eddigi rekordunk. Nézzük, hogy most hogy teljesítettünk. 13 perc 33, ott vagyunk 15 perc alatt. Ezt már szeretem. Igaz kis segítséggel. Itt azért Debrecen alatt, meg Celdömökben volt segítség, ezt Bokinak nagyon szépen köszönöm, hogy hozzájárult ehhez az egyéni rekordhoz. Wow! Nagyon jó. Boldogságon, örömé borrottál. 13 percet mennyire fogjuk tudni levinni? Mondjuk egy legközelebb 10 perc alá. 10 perc alá. Ja, 10 perc alá le kéne vinni legközelebb.
De hát ez mondjuk már csak a legközelebbi alkalommal fog megtörténni. Most Magyarország teljes térképéből elég volt, én úgy döntöttem.